Az elmúlt években jelentősen megnőttek az ingatlanárak, ezzel együtt albérletet is drágában lehet találni. A szakemberek szerint a jövőben megállhat a növekedés, de az árak csökkenésére nem kell számítani. Bedő Gyula ingatlan szakértővel beszélgettünk. Gyakorlatilag, ha a mélypontot akarjuk megkeresni, ugye 2008 után talán a 2011-2012 volt a mélypont, ahonnan már egy nagyon lassú, de emelkedés indult el az ingatlan árakat tekintve természetesen, és talán az eladott ingatlanok számát is, ha azt nézzük, szintén ugyanez a 2011 lehetett a legalsó, és aztán egy nagyon lassú emelkedés volt egészen 2014-ig, ami azért már 2013-14-ben már azért egy kicsit gyorsulni látszott, amikor is aztán megszülettek ezek az ismert kormányzati intézkedések, itt az elsősorban az áfa csökkentés, ugye az új lakás áfájának 5%-ra csökkentése, illetve a csoknak a bevezetése, ami aztán egy óriási lendületet, egy óriási lökést adott az ingatlan piacnak, és hát ugyan szinte azt kell, hogy mondanom, szinte soha nem látott mértékbe kezdtek el nőni az ingatlan árak. Elsősorban nyilván a használt lakóingatlanoknak az ára ment fel, de az új lakóingatlanok ára is aztán őrült óriási lépésekben emelkedett 2014 óta. Jelenleg milyen áron lehet kapni itt Székesfehérváron családi házakat, illetve panellakásokat új és használt áron, illetve beszéljünk egy picit talán az albérletekről, hogy ezek az árak hogyan alakultak? Igen, azt gondolom, kezdjük el szép sorba, és kezdjük a legegyszerűbbel, mondjuk a lakások árával, hiszen abból van a legtöbb, és az a leginkább kézzelfogható, és nagyon egyöntetű. Ma most Fehérváron körülbelül egy átlagos állapotú kétszobás lakást, olyan 12,5-13 millió forint körül tudunk megvásárolni. És hogyha itt az árakról beszélünk, ugye beszéltünk arról, hogy egy ilyen nagyon hirtelen nőttek ezek az árak, ez azonban az utolsó egy évben már jelentősen lelassult ez a növekedés. Többféle számot is láttam itt az elmúlt egy évben, itt a 4%-ot és 1%-ot is emlegetnek az utolsó egy évben az áremelkedésre. Minden esetre abban biztosak lehetünk, hogy ez az emelkedés lelassult, és gyakorlatilag szinte talán már mára meg is áll, vagy nagyon-nagyon kicsi mértékű már az emelkedés. Nyilván, ha valaki mondjuk most használt lakást akar venni, az ő neki talán egy jó hír, bár hogyha tovább csökken, vagy csökkennének az árak, akkor az még jobb lenne. Azt nyilván, ha valaki el akar adni, akkor mindenkinek más a jó, ők nyilván más szemszögből nézi. A családi házak árai azaz sokkal nehezebb kérdés, hiszen azok sokkal sokfélébbek vannak, mint mondjuk egy panellakás, sokkal nehezebb összehasonlítani őket. Inkább tendenciákat mondanék. Itt a családi házak ára itt a nagy bummal együtt nem nőtt annyira, mint a lakások ára. Valamiért a lakások azok nagyon kedveltek és felkapottak lettek. Ennek az egyik valószínű oka az, hogy nagyon sokan vettek egyébként befektetési céllal lakást. Ugye a tőzsdei válság vagy a tőzsdei csalódások után nagyon sokan kivették a pénzüket a tőzsdéről, illetve a banki alapkamatok nagyon-nagyon lecsönkedtek, és akik esetleg eddig a bankba tartották a pénzüket, azok közül is nagyon sokan döntöttek úgy, hogy ingatlanba fektetik a pénzüket, és hát nyilván, ha befektetésről van szó, a legkézenfekvőbb az lakást vásárolni belőle, hiszen azt a legkönnyebb utána kiadni, hasznosítani, illetve ha esetleg értékesíteni kell, azt a legkönnyebb értékesíteni. Így a családi házaknál ez a befektetés ez nem hozott akkora lendületet, így az árak sem emelkedtek olyan mértékben. Megfigyelhető emelkedés, de jóval kisebb mértékben, mint a lakásoknál. Az új lakóingatlanok ára, hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy itt a 2014 végén még ilyen 200.000-250.000 forintért lehetett venni egy sorházi lakást négyzetméter áron. Ma már gyakorlatilag a 100 lakásos társas házakba is már legalább 350-400 ezer forintot, de tudunk olyan épülő társas házról, ahol az 500 ezer forintot is meghaladja a négyzetméter ár. A sorházaknál pedig még ennél is magasabb, tehát ott valóban már a 400-500 ezer forintos négyzetméter árat kérnek egy új ingatlanért.
És aztán még volt egy kérdés az albérletek. Ezek főleg talán most még ugyan nyári szünet van, de már lassan kiirdetik a pontokat, és aztán, hogyha valaki ugye hozzánk jön, vagy Fehérvárra jön egyetemre, főiskolára, különösen őnekik fontos az, hogy is állunk itt az albérlet piaccal. Hát a rossz hír az, hogy a kereslethez képest nagyon kevés albérlet van Fehérváron, tehát aki albérletet keres, nagyon nehéz helyzetben van, aki már járt ilyen cipőbe, az bizonyára tudja, hogy amit reggel megvan albérlet, az délután nem biztos, hogy megvan, és nem, hogy lefelé kell alkudozni, hanem néha fölfelé alkudoznak az albérleti árokban. És az árak is jelentősen nőttek, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen átlagos kétszobás panellakást ma már ilyen 70-80 ezer forintért lehet bérelni. Hogyha egy újabb építésű téglalakásról beszélünk, ami mondjuk egyedi fűtéses, szebben berendezve, ott már a 100 ezer forint, 120-150 ezer forint körül kérnek el havonta, plusz természetesen a rezsik mindenhol. A lakások és a családi házak tekintetében a kereslet kínálat hogyan alakult az elmúlt időszakban? Hát gyakorlatilag a lakások iránt óriási volt a kereslet, és még pillanatnyilag is, tehát azokat a lakásokat, amit most elfogadható áron, tehát nem messze piaci ár felett hirdetnek, azokat viszonylag gyorsan egy-két hónap alatt, vagy akár egy-két hét alatt is értékesíteni lehet. A családi házaknál ez sokkal nehezebb, tehát itt azért hosszabb időt vesz általában igénybe az értékesítés, ez akár 2-3 hónap, vagy akár egy fél év is lehet, még akkor is, ha valóban egy piaci áron, tehát valóban értékén áruljuk a mi a családi házunkat. Székesfehérváron egyébként nagyobb a kereslet, mint a kínálat, vagy van elég lakás? Azt gondolom, hogy pillanatnyilag még mindig a keresleti piac van, tehát hogyha tényleg valaki piaci áron meghirdeti a lakását, azt nagyon gyorsan elkapkodják. Illetve nagyon sok kereső van a piacon, de nyilván van mindenkinek egyfajta határérték, ameddig vásárolni akar, és vannak ugyan a piacon kínálatban ingatlanok, de ezek olyan magas áron, amiket már a piac nem akar megfizetni, illetve nem akar realizálni, és ezért ezeket nem lehet eladni, de ugyanúgy jelen van a piacon nagyon-nagyon sok kereslet, akik arra vadásznak, hogy tényleg azt mondom, hogy egy piaci ár, vagy ahhoz közeli ingatlan kerüljön fel a hirdetések közé, és azonnal lecsapnak rá. A jövőre való tekintettel tudunk-e esetleg mondani valamit, hogy vajon hogyan alakulnak majd az árak? Igen, ez mindig jó kérdés, és nagyon sokan kérdezik tőlem egyébként, és elsősorban érdekes módon most már nem is annyira a használt lakó ingatlanoknál. Ott azt gondolom, hogyha a használt lakó ingatlanoknak, hogyha az elmúlt következő egy évet kell jósolnom, és az jóslás, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából ezen az árszínvonalon fog maradni az ingatlan ár, hogyha növekedni is fog, az 1-2%-os növekedés várható, ennél magasabb nem. A legnagyobb kérdés az, hogy az új lakások ára az meddig fog emelkedni, illetve, hogy most ahol tart, mert ez is egy nagyon-nagyon magas ár, amiről beszéltünk, akár ez a 400-500 ezer forintos négyzetméter ár, hogy ezen az áron értékesíthetők-e az ingatlanok, és hogy a piac hajlandó-e ezt megfizetni, ez a nagy kérdés. Ebben azt kell mondom, hogy én sem mernék jóslásokba bocsátkozni. Azt gondolom, hogy várnunk kell szerintem ezzel még egy fél évet, amikor ugye az épülő lakások nagy része az most fog elkészülni gyakorlatilag itt az év második harmadába, év vége felé, amikor nagyobb mennyiségű ingatlan kerül a piacra, és akkor nyilván akkor már sokkal okosabbak leszünk, és sokkal több tapasztalatunk lesz ebből, hogy ezt mennyire tudják eladni, milyen áron tudják eladni, és a piac hajlandó-e ennyit fizetni ezekért az ingatlanokért. Említette ezeket az épülő ingatlanokat. Itt Székesfehérváron is nagyon sok építkezés indult el az elmúlt időszakban, nem is olyan régen. Ennek mi az oka, hogy most ez ennyire fellendült? Gyakorlatilag ezt az építőipari robbanást ez a két kormányzati intézkedés indította el, az áfa csökkentés, ugye ami a beruházók zsebében had egy jelentős összeget, illetve a csok, amit ugye erről a 10+10-es, ami az igazán nagy pénzt jelenti, csokról beszélünk, ez csak is új építésű ingatlanra fordíthatják a vásárlók, és ez magával hozta azt, hogy a beruházók, befektetők úgy azt gondolják, hogy ezzel most ők tudnak pénzt keresni, és ezzel
elindult az építkezés. És gyakorlatilag talán nem is a kereslet, ami most határt szab az építkezéseknek, sokkal inkább a munkaerő hiány, tehát gyakorlatilag mindenki annyit épít, amennyit tud, és nem annyit, amennyire igény van. És egyébként valóban befolyásolja ez a két intézkedés az ingatlan piacot? Tehát emiatt nagyon sokan vásároltak ingatlanokat, vagy vásárolnak? Az ingatlan piacot mindenképpen befolyásolja, hiszen óriási léptékben indult el az építkezés. Azt látni kell, hogy azért ezek az ingatlanok döntő többsége még nem készült el. Tehát, hogyha megnézzük a KSH adatokat, az átadott ingatlanokkal például az első fél évben egy nagyon nagy mélypont volt, de ha az építési engedélyek számát nézzük meg, ott óriási robbanás volt, ott a 2-3-szorosára emelkedett a korábbihoz képest, tehát mindenképpen befolyásolta. Hogy aztán ezeket az ingatlanokat mennyire és hogyan lehet eladni, ezt ugye erről beszéltünk, ezt csak majd a jövőben fogjuk meglátni, az biztos, hogy egy jelentős részüket, vagy amit most az első egy-két évben épül, azt gondolom, hogy ezeket biztosan el fogják tudni adni, hiszen előtte nem volt gyakorlatilag, 4-5 éven keresztül nem volt lakásépítés, egy óriási űr tátongott a piacon, tehát nyilván szerettek volna venni ingatlant, de mivel nem épült, ezért nem tudtak, és nyilván most ezekkel az intézkedésekkel, akik már eddig is ott álltak, hogy szeretnének venni, illetve rengeteg új olyan potenciális vevő került képbe, akinek ezekkel a lehetőségekkel lehetősége nyílt azra, hogy most egy új ingatlant megvásároljon. Aki esetleg lakásvásárlás előtt áll, ön mit ajánlana egyébként? Hogyan induljon el? Vágjon bele építkezésbe, vagy vegyen használt lakóingatlant, vagy vásároljon újat, melyikkel jár vajon a legjobban? Hát ez nyilván, hogy most újat vagy használtat vásároljon valaki, ez mindig leginkább a pénztárca függvénye, hogy melyik az az árkategória, ami megfizethető számára, mert az újak ott azért jelentősen, ugye beszéltünk arról, hogy jelentős az árkülönbség egy használthoz képest. És én azt gondolom, hogyha valaki most vásárolni akar ingatlant, és talál olyat, ami megfelelő az ő elképzeléseinek is, és árba is körülbelül ott van, akkor meg kell venni, mert azt az elkövetkező egy-két évben nem valószínű, hogy ezek az árak lejjebb fognak menni, tehát nem érdemes kivárni, sőt, úgy beszéltünk róla, én azt gondolom, hogy még valamelyest még növekedni is fognak, nagyon kicsi mértékben, tehát lehet, hogy még valamelyest növekedni fognak, de nagy visszaesésre biztosan nem kell számítani, tehát ha most talál valaki magának megfelelő ingatlant, akkor azt meg kell vennie.